Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar közigazgatás. 2016. január 1-ével megjelent az első elektronikus, többfunkciós személyazonosító igazolvány, amelyet az elektronikus személyazonosításon túl elektronikus aláírásra is használhatunk. Továbbá a tajkártya és adóazonosító igazolvány funkcióit is ellátja. Az új személyazonosító igazolványba épített magas biztonságú tároló elemnek, vagyis chipnek köszönhetően 2016-tól egy biztonságosabb és korszerűbb okmánnyal intézhetjük ügyeinket. Az e-kártya tartalmazza a korábbi személyazonosító igazolvány adatait. Ezen kívül tartalmazhat új nyomatot, amennyiben az ügyfél kéri, új nyomatát is meg tudjuk őrizni, illetve meg tudja őrizni az a csíp, amit beleépítettek. Illetve ez a csíp, ez a tárló elem tartalmazza a tajszámot, valamint az adószámot is. Ezen kívül elektronikus aláírásra is képessé tehető a kártya, ugyancsak egyéni kérelmek alapján. A személyazonosító okmányok történetében forradalmi újításnak számított, amikor 2000. január 1-én bevezették az érvényben lévő követelményeknek megfelelő kártyaformátumú személyazonosító igazolványt. A technológia gyors ütemű fejlődése azonban szükségessé tette a jelenlegi modell felülvizsgálatát. Az új okmány biztonságos módon egyesít különböző, a vizuális és elektronikus személyazonosításhoz kapcsolódó elemeket. Az új személyazonosító igazolvány a 21. század technikai elvárásainak és az Európai Uniós követelményeknek is teljes mértékben megfelel. Ez a korszerű elektronikus személyazonosító igazolvány számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeknek köszönhetően az állampolgárok kényelmesebben, egyszerűbben és gyorsabban intézhetik közigazgatási ügyeiket is. Az új igazolványba beépített chip tárolja a személyes adatokat. Felmerül a kérdés, hogy mennyire biztonságos ez a megoldás, vagyis van-e esély a visszaélésre? Nem, ugyanis a kártya adatai ezen a csipen kerülnek rögzítésre. A csip tartalmaz azokat az adatokat, amik szemmel láthatók a kártyán, illetve a többi adatot, amihez egy leolvasó egységre van szükség. Minden leolvasónak más jogosultsága van, tehát a tajszám leolvasók a tajszámot látják csak, a NAV-os adószám leolvasók pedig csak az adószámot fogják látni, ezek különítetten szerepelnek a tárlóelemben. Vagyis az új típusú okmány magas biztonsági fokát az egyes funkciókat megtestesítő adatcsoportok egymástól elkülönült tárolása garantálja. Egyszerre csak egy funkciót lehet majd használni, megakadályozva ezzel, hogy több adatunk is hozzáférhető legyen az arra nem jogosultak számára. A kártya elektronikusan tárolt adatokhoz való teljes hozzáférésre nincs lehetőség. Az új lenyomat tárolással az új okmány magas biztonságú, hiteles személyazonosításra is alkalmas, az okmány és a személy egyértelmű egymáshoz rendelésével. Az új személyazonosító igazolvány használatára történő átállás fokozatosan történik. Aki személyazonosító igazolványt igényel most, akár azért, mert lejárt a személye, vagy szeretné megújítani, mindenki e-kártyát kap már. Tehát 18 éven aluliak is ezt kapják, illetve hogy mennyi ideig érvényes náluk? Így van, 18 év alattiak is ezt kapják, 3 évig érvényes, 12 év alattiaktól nem veszünk új nyomatot, csak a 12 év felettiektől, felnőtteknek pedig 6 évre adjuk a személyigazolványt. Jár ez bármiféle költséggel ennek előállítása? Ingyenesen jutnak hozzá az ügyfelek a személyigazolványokhoz. Van arról valami információ, hogy Dunaharasztin hányan vették igénybe az új kártyát, vagy hány igénylés érkezett? Igen, első két heti adatot tudok mondani, 171 fő kért új személyazonosító igazolványt. Ez átlagosnak tekinthető egyébként, mert körülbelül ennyien igényelték a tavaly előtti évben is az első két hétben. A korábbi híresztelésekkel ellentétben az új okmányt természetesen külföldre való utazáskor is lehet használni az EU tagállamaiban, ugyanúgy, mint a régit. Jó hír továbbá, hogy az új igazolványt az is ingyen igényelheti, akinek még nem járt le az érvényességi ideje. A napokban a lakosságra nézve kedvezően változott az eljárási törvény és egyes illetékek is. Mivel változott az eljárási törvény is, rövidebbek lettek az ügyintézési határidők, 8 napon belül megérkezik az okmány az okmányirodába, illetve aki postán kéri, kipostázásra kerül.
A rezsicsökkentés kapcsán eltörlésre kerültek bizonyos eljárási díjak, illetékek, tehát nem csak a személyi igazolvány kiváltása ingyenes, hanem ugyanúgy lakcímkártya korábban is ingyenes volt, az első jogosítvány ugyancsak ingyenes, a következők már nem csak az első, illetve a névváltozás, családi állapot változással járó névváltozás miatt szükséges okmánycsere ugyancsak ingyenes. Ez viszont ugyancsak a január 1-e utáni eljárásokban alkalmazható. Tehát akiknek korábban fordult elő családi állapot változása miatt megváltozott a neve, ők a régi eljárási rend szerint kapják az igazolványokat.